Itt van egy bicikli is egyébként, ez a bicikli, ez egy nagyon régi ötletemet szerettem volna megvalósítani, és akkor legyetek szesek majd segíteni. Ez a bicikli, ez úgy van kitalálva, hogy van rajta az átlagosnál valamivel több generátor, akarom mondani dinamó. Összesen 4 darab van rajta, és ez a 4 darab dinamóval, hozom, ne idegesíts úgy. A 4 darab dinamóval meg fogunk hajtani 4 darab lámpát, és akkor ez azt jelenti, hogy elindulunk, hogy megette a versenyző, majd ide kérek egy önként jelentkezőt, aki jól tud tekerni. Nyugi, gondoljátok végig, hogy biztos azt akarjátok, amit akarok, mert 1,5 kWh-ig kell tekerni. Aki jelentkezik, az nem tudja, mi a 1,5 kWh. Tehát a biciklit elkezdjük tekerni, 4 darab lámpánk lesz, ezzel a 4 darab lámpával meg fogunk világítani ilyen fotovoltaikus cellát, ez mostában maranacs láger, és megnézzük, hogy a fotovoltaikus cellának az áramát, hogyha használjuk, akkor ide, én ide rátettem egy pingpong labdát, ezt szeretnénk fölemelni. Ez a kísérlet egyébként a hatásfokról szól, ugye, mert az nagyon nem mindegy, hogy elindulunk valamekkora energiából, valamekkora munkamennyiségből, és mennyi lesz az, ami a hasznos. A kísérlet, még egyszer mondom, arról szól, hogy én ezt így megmutatom. Mindegyik világít? Nézzük meg. Úgy van, működik. Akkor hozom az asztalt. Hova te? Oh, ott van. 2 darab cellánk is van. Egyetlen egy dologra nem számoltam, de ezt bevallom férfiasan, hogy ez ma már minden szakmát kell valamennyire ismerni, mert az ember nem ismeri a szakmát, akkor gond van. Az lesz a feladatotok, hogy ide beálltok, és amikor majd tekeri a jómadár a biciklit, aki vállalkozik, akkor rá kell világítani arra a szerkezetre. Egyébként az a szerkezet, hogy világos legyen, hogyha sikerül annyi áramot termelni, akkor valószínű föl fogjuk tudni emelni vele a pingponglabdát. Ez egy 10 wattos halogénizó, és hogyha... Aha. Tehát... Mindjárt megmutatom, hogy mire vállalkozunk. Aha. Tehát, hogyha ezzel a lámpával elég közel megyünk ehhez a cellához, akkor fölemeli ezt a pingponglabdát. Tehát ez a hatalmas mutatványra fogunk vállalkozni. Ha valakinek van kedve, akkor számolja ki, az M-szer-G-szer-H-l értéke mekkora. De ismerni kell hozzá nagyon kis számokat. Tehát szerintem ez lesz, amit szeretnénk megmutatni. És akkor... A bicikli hajtására akkor kijelentkezik. Gyere te, jó? Vacsoráztál? Mi? Foglalj helyet. Van biciklid? Helyes. Na, és akkor az kell, várj egy kicsit, úgy fogjuk megcsinálni, egy egész picit odébb húzzuk, csak azért, hogy mindenki láthassa, hogy mi a... eredmény. Tehát nézzük végig egyszer, hogy micsoda. Például lehet, hogy zsíros kenyeret reggelizett hagymával. Ez gyakorlatilag mostanában átalakul energiává, ez fogja mozgatni az ő lábát. Reggeliztél, ugye? Igen. Helyes, nem zsíros kenyeret. Helyes. Na, megvan ez. Ezt egy kicsit tegyük idébb. Jó. Csak le ne essen a lábadról, azért. Jó. És akkor meghajtjuk ezeket a dinamókat, a dinamók áramot termelnek, az árammal meghajtunk 4 darab lámpát, a 4 darab lámpa fénye fogja működtetni a fotovoltaikus cellát, az áramot termel, és az meghajtja a villanymotort, és a villanymotor fölemeli a madzaggal együtt a pingponglabdát. Ha van kedvük, akkor számolják, hogy hány helyen kell számolni hatásfokkal, és hogy a hatásfokokat a legnagyobb baj az, hogy nem összeadni kell, hanem összeszorozni. Ez szerintem mindenki tudja. Én amikor annak idén kisrác voltam, sose értettem, hogy mit morgolódnak a szüleim, de aztán később még iskolában elmagyarázták, hogy amikor egyik héten 10%-kal, másik héten megint csak 10%-kal emelik valamikor az árát, az nem 20%-os áremelés. Tehát itt valahol ebben a körben kell menni, akkor tessék, nyomjad! Rá kell oda rendesen tenni, minél jobban tegyétek rá. Gyerünk, nyomjad! Valószínű... Hát ez a hatásfoka egyébként a fotocellának.
Hozunk egy másik, van egy modernebb. Bírod még? Már megbántad, ugye? Tessék? Már megbántad, ez is egy pingponglabda, ez egy kicsit modernebb cella. Úgy. Most megpróbáljuk ezt megvilágítani. Én tegnap egyébként, mikor itt maradtam, akkor megpróbáltam, és úgy működött, hogy rá kellett tenni a... Így van. Jó, egyenletesen el kell osztani. Van egyébként egy nagyon érdekes dolog, ami mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. A fotovoltaikus cellák, azok ilyen, igen, tehát ezek az elemek, ezek ilyen cellákból állnak, ezek sorba vannak kötve, mert egy cellának a cellafeszültsége kicsi. Na most, hogyha van mondjuk 10 darab, akkor mind a 10-et egyformán meg kell tudni világítani. Ha egyet kihagyunk, akkor világosan látszik, hogy nem működik. Tegyétek már meg egy picit rávilágítotok oda a falra, egy lámpával, hogy lássuk a kéve milyen alakú, a falra. Jó? Egyet. Mindegy vagy kettőt. Nyomj egy kis fényt nekünk, légy szíves. Tehát azt kell látni, hogy ahelyett, hogy egyenletesen kivilágítana egy ilyen foltot, ami egyébként biciklizés közben jó, mert pont jól világítja meg az utat, de nekünk ez lesz a gondunk, hogy az egy cella kimarad emiatt, akkor nem fog működni. Na, tegyük csak oda rá. Így. Na, gyerünk, már nagyon dobog a szívem. Elindul fölfelé. Nyomjad, mindjárt föl lesz a tetején. Na, még egy kicsit nyomjad. Jó, a tapsjár, tessék megtapsolni. Na. Gratulálok, köszönöm szépen. Az a helyzet, hogy hőkamerács képet azért nem csinálunk róla, mert ilyen meleget nem tud a kamera megmutatni.